Sziasztok, itt a Lido csatorna, és a mai videó a kutyagalléről fog szólni. És arról a Csili mit szólt hozzá, meg ilyenek. De kezdjük is. A kutyaoktató, akihez járunk, aki egyben a állatorvosnak az asszisztense, azt mondta, hogy érdemes egy vagy két héttel a műtét, vagyis az ivartalanítás előtt elhozni a gallért, hogy a kutyát hozzászoktassuk. Meg azt mondta még, hogyha ebbe viszik őt sétálni, ebbe etetjük, ebbe gyakorlunk vele, és ebbe adjuk neki a finomságokat, vagy a játékokat, akkor a jó dolgokhoz fogja kötni azt a gallért. És miután megműtik, és az altatásból felébred, utána nem fogja azt hinni, hogy egy óriási fehér valami van a fején, nem fog tőle megijedni, hanem tudja majd, hogy ez azon valami jó dolog fog történni, és ő biztonságban van, és nem fog semmi baja történni. Főleg, ha a gazdái is ott vannak mellette. Miután megműtik, ugye eléggé ingatag lesz, vagy hogy mondjam. És ezért sokat kell mellette lenni utána, a műtét után, több napon keresztül, akár. És most Csili kisétál a képből nagyon kedvesen. Folytassuk is műtyürkével. Most be fogom mutatni, hogy Csilinek azt tanítottuk most meg, hogy ha oda tartjuk a gallért, akkor belebújjon a gallérba, és hogy egyszerűbb legyen ugye így ráadni, és naponta fél vagy egy órát, mindig kicsivel többet ad, van rajta a gallér, hogy szokja. Most rá fogjuk adni, és megmutatom, hogy áll neki. Ő is persze a gallért. Rögzíteni kell egy ilyen nyakörvel, vagy vékonyabbal is lehet, vagy esetleg adnak hozzá, hogyha nektek nincsen. Nekünk volt pont egy ilyen nyakörv, ami nem túlzottan vékony, de ez szokta meg, ez is jó. Azt mondták az állatorvosi rendelőben, és persze nem szabad annyira összefirkálni, mi csak ide írtunk egy kis feliratot alulra, mert ez nem zavarja, de ha ide fölülre ilyen nagy fekete mintákat rajzolunk, attól megijedhet, vagy zavarja őt, miközben hordja a gallért. Most ráadjuk a gallért. Csili. Búj. Úgy okos. És most megjutalmazzuk őt egy kicsit nagyobb jutalomfalattal, mint amit szokott kapni. És az egyben fogtisztító is. És most becsatoljuk az övet, aztán jövünk. Ilyen szépen áll rajta, becsatoltuk az övet. Pont itt van fölül a kis feliratja. De most, hogy jobban érezze magát, adunk neki egy kis és széttépet játékot, amit itt készítettünk házilag. Majd remélhetőleg arról is lesz egy videó. Ez a Csili kedvenc játéka, amit kb. 2 napja készítettem. Furcsa, hogy nem a bolti játékok kellenek neki, hanem ezek a házilag készítettek. Ez úgy készült, hogy 2 decis palackra ráraktunk egy zoknit, összecsomoztuk a végét, és persze előtte még megtöltöttük rizssel. Csili. Kicsit vicces, ahogy felveszi a földről a gallérjával. Itt van Bodza a kacagó gerle, és Gizmo a nyúl, akiről már volt videó. Műtyürke is. Cica. Kihoztam még egy játékot, ami eredetileg amúgy úgy vettük, hogy mentolos, és a kutyának a lehellete jó illatú lesz tőle, de igazából teknős szaga van, szóval nem mentolos, az biztos, de legalább Csilinek tetszik. Na, ez a csodálatos mentolos labda itt maradt. Mégis az üvegkel. Amire figyelni kell, nem szabad neki csak úgy odaadni, hogyha nem vagyunk lenne. Leeszi róla a kupakot, vagy kieszi belőle a rizs, ezért nagyon kell rá figyelni. Még rászólok, ha elkezd irágni a kupakot, mert egy kupakot már tönkretett. De amúgy szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Lido csatorna voltunk. Sziasztok!